dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntök minden kedves nézőt az Andocsi Lébánia templomból, az Andocsi Bucsi járóhelyről. Szalai Tamás Plébános vagyok. Azon az Andocson tudom Önöket köszönteni, amely már a tatárjárás korában lakott helynek tekinthető, sőt 1208-ból találkozunk az első írásos említésű gyökereivel. 1332-37-ből azt is tudjuk, hogy ezen a területen egymás mellett háromféle andocs leledzik, ezeknek az egyike a kis andocs, másik az egyházas andocs, harmadik része pedig az úgynevezett nemes andocs, amely rendelkezett egy a valamikor a minden szentek tiszteletére felszentelt templommal, azonban ez a templomocska az idők során elpusztult, és ennek a jelenlegi búcsújáróhelynek a gyökerei azok a 1520-as esztendőben kereshetőek, illetve találhatóak meg, amikor is a Andocsot körülvevő legenda beszámolója alapján 1520-ban az angyalok hozzák el a kegyszobrot, Máriának a gyönyörűséges Andocsi kegyszobrát Kalocsáról, a templom szentély részét képező gótikus kápolna részsel együtt, mert az akkor Kalocsán állomásozó török megpróbálta a lovait bekötni, a akkor Kalocsa központjában álló kápolnába, és ezt az isteni gondviselés nem engedte meg, és a legenda beszámolója szerint ezért került ide Andocsra. Igazában véve 1520-tól érkeznek a zarándok tömegek erre a helyre, azonban a szervezett búcsújáró helyé váláshoz az a történelmek az időszalagján előre kell haladnunk, 1520-tól 1640-ig, ekkor kerülnek ide a jezsuita szerzetesek, akik Pécsről menekülnek a török veszedelem elől, és Jaksis György Veszmeni püspöknek a kérésére ezen a területen egy missziót kezdenek működtetni, amelynek a központja Andocs, az északi határa Budáig terjed, a déli határa pedig Nagykanizsánál található, és ennek a missziónak az elsődleges feladata, hogy Andosból egy szervezett jellegű búcsújáró helyet teremtsen. Ennek a jegyében megkérik a búcsúi engedélyeket a jezsuita szerzetesek, 13 búcsúhoz kapnak engedélyt, fő búcsunk ma is nagy boldogasszonynak az ünnepe, illetve a hozzá közelebb eső vasárnap, illetve hát jelen pillanatban 10 darab búcsút tart számon a búcsúi naptár. Jezsuita időszakra tehető tulajdonképpen a sajátos értelmű, Andocson bekövetkezett csoda is. Kalocsához hasonlóan a török itt is megpróbálta idézőjeles tiszteletét tenni a kis Krápolna vonatkozásában, azonban a szentének a vonalában a kis Krápolna akkor még ugye ajtókkal, kapukkal rendelkezett, és a janicsárok bármilyen eszközt próbáltak meg bevetni az ajtókon való áthaladásra, betörésre, nem tudták azokat eredményesen használni, és ekkortól kezdve a török is tulajdonképpen tiszteletben tartotta Andocsot, illetve egyedülálló módon még azt is mondhatjuk, hogy támogatta a működését. 1686-ban tudjuk, hogy egy nagyon szép esztendő következik el a magyar történelmnek a esemény és évszám tárában, hiszen véget ér a török iránt érzett 150 éves magyar vendégszeretet, Budavárának a visszafoglalásával, Pécs is mentesült a török jelenlét alól, és sajnos a jezsuiták éppen ezért elhagyták a Andocsi missziónak a területét, és visszatértek a Pécsi központjukba. Andocs pedig 1686-tól 1716-ig szinte üresen állt, az igali plébániának a gondjaira volt bízva. Tókai Benedek igali plébánosnak a lelki ismeretes munkáját meg is említik a leírások, azonban egy személyben kevés volt ő arra, hogy a helyet tulajdonképpen a zarándok tömegekkel együtt gondozza és a előmenetelét biztosítsa. Ezért uh, Folkra Otto Veszprémnek egy következő híres püspöke, 1716-ban behívja az Andocsi területre és járó helyre a Ferences atyákat. Ők kezdetben négy fővel képviseltetik itt magukat. Abban a missziós házban kapnak helyet, amely hát a jezsuiták által hátra lett hagyva. Ez azonban akkor eléggé romos állapotokat mutatott, hogy finom legyek. Ezért 1723 ig építenek maguknak egy közepes méretű rendházat, ez pedig valamilyen rejtélyes sok ok miatt leég, és a jelenlegi nagy kolostor épület komplexumnak, amely a templommal egyben van szerkesztve, egybe van építve, 1725-ben állnak neki, és 1740-re nyer elkészítést a baroknak a jegyében valamikor egyébként akkor a központja volt a magyar ferencességnek, hogy a trianon okozta történelmi sebek után itt kellett megoldani az idézőjelvet az új határok között a ferences szerzetesi képzésnek az egyik vonatkozmányát. Malackai rendház feladatkörét átvéve Andocson képezték a segítő testvéreket egészen 1950-ig, amíg ugye sajnálatosan az 1950-es évben elűzték a Ferences atyákat, nem csak Andocsról, hanem minden más helyszínről is. Az utolsó Ferences Prémás 1986-ig tevékenykedhetett, őt kelemen alánatjának hívták, és 87 óta egyházmegyés papok vagyunk a kegyhelynek a szolgálatában. A templomot, hogyha megtetszenek tekinteni, innen is láthatják, hogy a Szenté, ugye az ősi kegykápolna egybe lett építve, egy barokk templomhajóval, 1739-ben történt meg az alapkületétel, és 1745-re szóltak úgy a tudósítások, hogy elkészült Máriának az új és gyönyörűséges hajléka. Hogy ez a hajlék még szebb legyen, ezt be is kellett rendezni, az Icsi család vette át ebben a tárgykörben a kezdeményező szerepet, hiszen Zicsi Ádám és családja adományozta a gyönyörűséges kegyoltárt, ez egy kopott gótikus oltárt váltott fel a Ferences leírások alapján, és hát bizony, ugye markánsan ezen az új oltáron is észrevehető, hogy Ferences múltú zarándok helyen vagyunk, mert amint tetszenek látni, a szentek sorának mint egy keretet adnak a Ferencesek, a szent életű rendalapító Assisi Szent Ferenc nyitja a sort, a másik oldalon pedig a gyermek Jézust a kezében tartó Pádói Szent Antal zárja, aki a szegényeknek a segítője és a találtárgyak osztálynak a vezetője is egyben. Magyar történelmnek a nagyja is itt vannak az oltárocskának egy oltáron. A apostoli Szent Király Szent István itt is felajánlja az országot és a koronát magyarok nagyasszonyának, boldogságú szűzőnyának a kezébe, míg a másik oldalon a középkori magyar lovageszménynek a megtestesítője, Szent László király látható teljes lovagi páncélzatban, katonai egyenruhában. Szűzanya egy már ősidők óta együtt van a két kísérője, az egyikük Szent Dorottya, vértanú, aki tartja a vértonság kelhét és pálmáját a kezében, másikuk pedig a középkornak a nagy-nagy lelki vezetője, főpapoknak, pápáknak a tanácsadója, a kezében a könyvet tartó színő Szent Katalin, aki eléggé gazdag irodalmi tevékenységet fejtett ki, a levelezései azok ma is mindenkinek a számára tartalmas lelki hátterek nyújtanak. A Szent Antal oltárát szintén az Icsi család adományozta a mi számunkra. A tetején az a híres jelenet láthatunk, és bombilónak a szamarát arra ösztönzi Szent Antalunk, hogy hajtson térdet a oltári szentségben valóságosan jelenlévő Úr Jézus előtt, Rimini városában, és ezt a szamár a legenda alapján meg is tette. A, az oltáron található még két női szentnek a szobra, az egyikük Szent Borbála, a bányászok és a tüzérek védőszentje tartja a vértanúság kejét és pálmáját a kezében, másik oldalon pedig Alexandré Szent Katalin mosolyog ránk, mögötte a kocsikerék, amely hát ugye az attribútumán mert kerékbe törve halt vértanú halált. A következő oltárocska Jankovics Istvánnak, a Jankovics családnak a gondoskodását ö, ö, dicséri, Balaton Lellének a nemes családja volt ő, illetve ők, Lelle névre hallgatott ez a kis hely akkor, és hát Jankovics István adományozta nekünk a nagyszülők oltárát, Szent Anna és Szent Joachim oltárát. Az oltár képen egyébként a gyermek Mária látható az előtérben, háttérben pedig a szülei közösen olvassák a Szentírást, amely hát ma is arra ad ugye biztatást, hogy minden egyes család legalább hetenti egyszerű gyakorisággal vegye elő a Szentírást és közösen olvassák. A szobroknak a tekintetében pedig ezen az oltáron lajtta látható egyfajta családi köri elrendezés, hiszen keresztül Szent Jánosnak is ott vannak a szülei, ő, Zakariás az édesapa, illetve Erzsébet asszony az édesanyja. Tudjuk azt, hogy Jézus is keresztül Szent János, hogy a testvérek voltak. Következő oltár, a lengyel család szeretetét dicséri, frappáns nevén a Jánosok oltára összefoglaló néven, azért, mert három darab Szent János mutatkozik meg rajta. Az oltárképen Nepomuki Szent János, a a védőszentje van lefestve, szobor formájában pedig két oldalon, ott van keresztő Szent János, ugye a bűnbánat keresztségét kiszolgáltató nagy-nagy előfutár, kis keresztel a kezében, a másik oldalon pedig a Szent János apostol és evangélista látható, a méreg pohárral a kezében megpróbálták megmérgezni, de nem jött össze a cselekmény. A másik oldalán a templomunknak, szintén a Szent felől kiindulva, látható a lengyel család által adományozó Szent Ferenc oltár. Az oltárkép tulajdonképpen az alsó részében ugye azt mutatja meg, hogy Szent Ferenc Megkapja Jézusnak az öt szent sebét, ugye a stigmákat. A szobrokban pedig a két kiválóságot, Szent sebestént, katonaságnak egy nagy nagy szentjét, illetve Szent Rókust, az egészségügynek egy nagy nagy csillagát láthatjuk. Ugye Rókus pestis és betegek ápolásának szentelt az élete jó részét, saját maga is megkapta a pestist azonban az Isteni gondviselésnek a segítségével kigyógyult ebből a betegségből, és ha valamelyik rókus kórháznak a nevét halljuk, akkor az ő nevével kell ugye összekapcsolni. Az oltár tetején pedig ott van ugye a napkeleti bölcsek hódolatát bemutató vízkereszti jelenet. Ez azért olyan fontos, mert ebben kidomborodik az a gondolat, hogy Jézus minden embernek a megváltójaként van jelen, hiszen a három napkelti bölcsözösszes nemzetet képviseli a betlehemi kisdednek a jászol előtt. Következő oltár megint csak a lengyel család óvoltából állhat itt, azonban eredeti nevén ez a szeplőtelen fogantatás oltára nevet viselte, csak kis Arisztit Ferenc Ferences házfőnök 1912-ben lecseréltette ezt a szeplőtelen fogantatás Mária képet a Jézus szíve oltárképre, hogy így erősítse a 20. század elején a Jézus szíve tiszteletnek a kibontakoztatását itt andocson, és hát így sikerült kivitelezni. Szobroknak a formájában az oltáron látható a kép mellett a két apostol fejedelem, Szent Péter, ugye a mennyek országának a kulcsével a kezében, oldáskötés hatalmának a jegyében, ő az első pápa, másik oldalon pedig Szent Pál látható, egyik kezében a karddal, ugye kivégzésének az eszköze, másik kezében pedig a könyvek könyvével, amely a Szentírás, amelyből ő írta a legtöbb apostoli levelet. Az oltár tetején pedig ott látható Szent Imre Herceg, a magyar ifjúság első szent virága. 1746-os és én szerintem egy monumentális alkotás a szószékünk, ezt Lengyel Lajos állítatta, és mindjárt markánsan kifejeződés is juttatja, hogy a örömhírnek, az evangélium hirdetésének kell róla elhangoznia, hiszen amint látható, a négy sarkában a négy evangélista csücsül, fölöttük a művészeti szimbólumok, Lukács fölött a Bika fej, János fölött a sasfej, Márk fölött a oroszlánfej és Máté fölött pedig a angyalfej látható. Ezek mind-mind az evangéliumi beszámolóknak a sajátosságait is egy kicsit ugye bemutatják. A metszeteket is láthatunk a szószéken, Alsán azt vehetjük szemügyre, ahogy Jézus és az emószi tanítványok találkoznak, két oldalán pedig azt láthatjuk, ahogy Szent Ferenci Szent Antal a madaraknak és a halaknak prédikál. A kinyúló kezecske a feszülettel nem kell, hogy bárkit is megijesszen, ez Szent Ferencnek a keze. Majdnem minden Ferences gyökerű templomban ott van, és hát hirdeti, hogy elsősorban a keresztre rá kell tekinteni, arról lehet a legtöbbet tanulni illetve a prédikátort figyelmezteti arra, hogy magáról Jézusról beszéljen. A szószéknek a tetején központi alakként ott van a győzelem asszonya, ugye az ős evangéliumban elhangzik a nagy ígéret, bűnbeesés és pillanatai után, ugye a sátánnak az Úristen megígéri, hogy lesz majd egy asszony, kinek a magva széttiporja a fejedet, te pedig a sarkát veszett célba. Hát ez a győzelmes mag, ugye maga Jézus Krisztus, a szerint, kereszthalálával és feltámadásával, úsvétnek a szent titkában letiporta a sátán és a bűn fejét, az ő győzelmes anyukája pedig a szüzanya. És tőt ugye négy Ferences kiválóság veszi körül, az egyikük a sarokban szénői Szent Bernardin, középkornak a nagy-nagy szónoka, aztán Anzsus Szent Lajos Püspök a pásztorbottal, Szent Bonaventúra Ferences filozófusként gondolkodóként a könyvel, és a negyedik pedig a magyar történelem ö, eseménytárában is névi egy kártyát hagyó Kapisztrán Szent János, aki ka első katona lelkészként szinte ott volt Hunyadi Jánosnak a seregében, és az ő segítsége is, lelkesítő jelenléte is kellett ahhoz, hogy Nándor Fahélvár alól a török ö, tulajdonképpen szedje a sátorfáját, nem Hunyadinak az ő segítségével sikerült a törököt kiűzni, amely eseménynek egyébként a déli harangszó is hivatott minden nap emléket állítani, és mai magyar egyházi aktualitásra is rendelkezik, hiszen a katonai ordinariátusnak, a tábori püspökségnek ma is ugye Kapisztrán Szent János a védőszentje. Az utolsó oltár, itt a Boltív mellett egy sajátosan női oltár, hiszen a Nicki családnak a képviseletében Nicki borbála állítatta, Szent Borbála oltáráról van szó. Az oltárképen, Nepu, ö, bocsánat, Szent Borbála lefejezése látható. Ö, talán egy kicsit drasztikus a témaválasztás, de abból a szempontból mindenképpen megtekintésre ajánlott, hogy egy ö, római birodalom idején végbe menő vértanúsághoz miért egy török népviseletben lévő illető van odafestve kivégzőként. Hát állítólag, hogy a török ellenes ellenszenv 1746-47 és 48-ban még aktívan élt az európaiaknak a körében, és ezt így akarta kifejezésre juttatni a föstő. Az már csak egy záróéles megjegyzés, hogy Szent Borbálát a saját apja fejezte le a római birodalom idején, mert nem volt hajlandó elviselni, hogy a kislánya keresztény lett, a kislány pedig nem volt hajlandó a hitét megtagadni. A női oltár megnevezés jegyében itt látható még a Szent Borbála kép mellett a két Clarissa csillag, az egyikük Klára anyja, az első főnök nője, a Clarissa szerzetes ennek tudjuk azt, hogy Szent Ferenc és Szent Klára közösen alapították ezt a rendet, másik oldalon pedig a bottal, Szent Koleta apátnő mutatkozik meg. Az oltárnak az egyetlen férfi alakja pedig a mennyei seregek vezére bűnelleni küzdelmeinkben nagyon-nagyon hathatósan segítő Szent Mihály főangyal. Szót kell még ejteni ugye a boltíven látható Szent Háromság ábrázolásról. Ez a lengyel Gáspár által adományozott Szent Háromság ábrázolás már a Rokokó átmenet jegyében mutatja meg, hogy egy Isten van három szemében. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, nagy-nagy tisztette és szeretettel várjuk Önöket minden nap Andossa, minden nap nyitva vagyunk, reggel 8-tól este 7 óráig, minden nap van Szentmisénk is a hétfői nap kivételével, vasárnap pedig az ünnepi Szentmise mindig 11 órakor kezdődik. Ne felejtsék el, hogy Andocson mindig nyitott kapukat és nyitott szíveket találnak, kicsértessék a Jézus Krisztusot.